Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. A település részről 1945-ben szovjet munkatáborba hurcolt személyekre emlékeztek pénteken Padrakúton számos érdeklődő és hozzátartozók jelenlétében. Most ide kalauzoljuk el Önöket. A Szovjetunióba elhurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából rendezett ünnepséget a Civil Fórum Padrakútért Egyesület pénteken a helyi művelődési házban. A rendezvény kapcsán magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944-1956 címmel kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők, amelyet a Veritas Történelem Kutató Intézet állított össze, és dr. Kovács Kálmán történész az intézet munkatársa nyitott meg. Beszédét családját érintő érdekes történetekkel kezdte. Hallhattunk a foglyok viszontagságos sorsáról, szökési kísérleteiről, a sikeres hazatérés utáni életükről. A rendkívüli történelem óra keretében részletes képet kapott a hallgatóság az akkori politikai helyzetről, a munkatáborokról, az ott élők sorsáról és a szovjet mentalitásról, amelyet a történész napjainkban is felfedezhetőnek tart. Ha már így látjuk, hogy egyéni történetekből áll össze egy történelmi kép. Látjuk, hogy meg kell ezeket őrizni. Hát azért kell egyébként ezeket megőrizni, mert a valamikori szovjet levéltárak ma zárnak és legfeljebb szürten bocsátanak ki információkat. A mostani orosz vezetésnek nem érdeke az, hogy rossz színben tűnjön föl a sztálini rendszer. Azért nem érdeke, mert azt mondják, hogy a sztálini rendszer minden bűnével és minden hibájával együtt is világhatalommá tette a Szovjetuniót, és most ők azt a világhatalmi pozíciót szeretnék újra visszaszerezni, ami a Szovjetunió felbomlásával megszűnt. Ez az ő politikai motivációjuk. Igazából az orosz néplélek dolga, hogy mindig az engedelmességre volt tanítva, és az engedelmességre volt beállítva. A vezetők iránti kritika talán lehetne másképp is csinálni gondolata, az tiltott volt, és eretnek gondolat volt Oroszországban mindig. Tudjuk azt, hogy már cári időkben azt mondták, hogy Oroszország mindig a Szibériába deportálja a legjobbjait. Tehát a mostani orosz hatalom azt akarja, hogy ez a hagyományos engedelmességen alapuló orosz polgári mentalitás helyreálljon, a kritika csökkenjen, és ezáltal az engedelmes néppel szolgálva ők akadálytalanul helyreállíthassák a hatalmi tényezőiket. Ez az ő dolguk, ezzel nekünk nem kell foglalkoznunk, tudunk mi elég anyagot a történelmünknek erről a szeletéről amúgy is, és mi egyébként, akik ehhez a történelemhez kritikusan tudunk viszonyulni, mi látjuk azt, hogy igazából a Szovjetuniót amennyi emberrel és anyagi erőforrással rendelkezett, sokkal kevesebb áldozatból is világhatalommá lehetett volna tenni, ha nem egy olyan rendszer uralkodik ott, mint amilyen az orosz-bolsevik rendszer volt. Természetesen hangsúlyt kapott a rendezvényen Padrag és Csőkút érintettsége is. A település részről elhurcolt foglyok életét Szabó Jenőné nyugdíjas tanítónő mutatta be megdöbbentő alapossággal, hiszen ő azon szerencsések egyike, akik beszélhettek a táborokat megjárt túlélőkkel. Előadásában végigjárhattuk a padragiak útját az elhurcolástól a hazatérésig. A II. Világháború vége felé közeledve 1945. március 25-én érték el a szovjetek a községet.
Az ott lévő német katonák Öcs felől várták a támadást. A szovjet katonák Urkut felől az erdőn keresztül jöttek gyalogosan, lóháton. A tankok a kerteken keresztül, a katonák a Tóth utcán vonultak be a településre. A támadás kora délután indult és estére véget is ért. A megszálló katonákat a házaknál szállásolták el. A szovjetek mindenkit hazarendeltek a kettősi árok és az erdő bunkereiből, majd házról házra jártak, mindenütt németeket kerestek. A férfiak nem aludtak otthon, hanem pincékben töltötték az éjszakákat. Ugyancsak Padragra jöttek Nagyvázsonyból az erdélyi munkaszolgálatosok is. A nagyobb pincékben bújtak meg, mint például Németéké, Jágeréké vagy Mátyáséké. A megszálló csapat vezetőjének valaki megsúgta, hogy sok itt a munkaszolgálatos. Valószínűleg ezért rendelték ki a pincékből az embereket. Hivatták Molnár Józsefet, aki az első világháborúban orosz hadifogoly volt, és egy kissé megtanulta a nyelvet. Ő tolmácsolta a szovjet katona parancsát, hogy lépjenek ki a helyi lakosok. A helyiekkel a munkaszolgálatosok is kiléptek, így valamennyi férfit bezárták Mátyásék pincéjébe. Vöröskői Imre meg tudott szökni, a többieknek el kellett menniük Málenki robotra. A Szovjetunióban mintegy 600 ezer magyar hadifogoly és civil járta meg a munkatáborokat és az ítéletek végrehajtására létrehozott gulágtáborokat. Ez a sors várt Padragról Kápri Benyáminra, Jáger Párra, Matting Dezsőre, Marton Sándorra, Mátyás Sándorra, Mráz Józsefre, Németh Gézára, Németh Imrére, Szabó Sándorra, Szalai Vincére és Szigeti Gyulára is. Két nappal a kiválasztás után gyalog indultak útnak Székesfehérvár felé. Ott a kórház területén hatalmas fogolytábor volt. Nagyon sok ember gyűjtöttek össze. A padragiakat otthonról senki sem látogatta meg, mert a zsúfolt vonaton hiába jött volna bárki, nem engedték volna hozzátartozójához. Az idős embereket hazaengedték, így Marton Sándort, Jáger Pált és Kápli Benyámint is. A többieknek a remény, hogy hazatérhetnek, teljesen semmivé lett. 6 hét után vagonokba rakták őket, és Temesvárig utaztak a vonattal. Közben az erdélyi munkaszolgálatosok közül többen megszöktek a hazai földön. Konstancában 1500-an kerültek egy hajóra. S mivel egész úton nem, vagy alig kaptak ennivalót, már jártányi erejük sem volt. Azt, hogy meddig utaztak, nem tudni, csak azt, hogy hideg ősz vége volt, amikor megérkeztek Novoroszijszkba. A tengerpartról gyalog vonszolták magukat a táborig, ami egy drótkerítéssel körülvett romos épület volt tető nélkül. Az első éjjel heten aludtak egy talicskán, mert az eső esett, csupasár volt minden. Az élelem is kevés volt, naponta 20-30 dekagram kenyér, koptatott árpa, csalánleves. Olyan gyengék voltak, hogy ha munka után legugoltak a drótháló mellett, nem volt erejük felállni. Úgy segítették egymást, hogy egy belekapaszkodott a drótba, felhúzta a mellette lévőt, majd ő is a mellette lévőt. Első dolguk a romok eltakarítása volt, ennek során halottakat is találtak. Egy hét után a palagyárból hullámpalát hoztak, azt szegelték a tetőre, így jutottak fedett helyhez. Ezután a fémipari iskolát tették rendbe, ebben az épületben aludtak emeletes pritcseken, de ez az épület is gyakran beázott. Ezután külön csoportokra osztották az embereket. Külön dolgoztak az iparosok, külön a kőbányászok. A kőbánya olyan veszélyes helyen volt, hogy csak úgy tudtak követ fejteni, ha kikötötték magukat. Az otthoni bakancs hamar elkopott, a lábukat sokszor véresre marta a kő. Matting Dezső iparos volt, hogy segítsem Ráz Józsefnek, neki adta a cipőjét. A munkahelyen a tervet teljesíteni kellett, aki nem ezt tette, még jobban elerőtlenedett. Matting Dezső, Szabó Sándor és Mráz József mindig teljesítették a tervet, így jutalomkenyeret is kaptak. Cukrot, cigarettát hetente osztottak ki a foglyoknak. Volt olyan, aki a cukrot cigarettára cserélte, de fordítva is megesett. Szabó Sándor a jegygyűrűjét cserélte kenyérre, de nem szívesen csináltak ilyet a helybeliek, mert azt mondták, a kenyér az igazi arany. Az ennivalóért besúgókat is találtak a tábor őrei. Ők voltak azok, akik kihallgatták társaik beszélgetését. Ha valaki elmondta, hogy tiszt volt a háborúban, vagy panaszkodott a sorsára, azonnal beárulták. Az elárultakat elvitték a táborból, hogy hová, nem tudta senki. A besúgó ilyenkor egy tányér levessel többet kapott. Az orvos orosz ember volt. Naponta beosztotta az embereket 3 csoportba. Az első csoport mehetett dolgozni, a második csoport a lágerben takarított, a 3. csoportba a betegek tartoztak. A padragiak közül Mátyás Sándor fejtífuszos lett. Szabó Sándor ott maradhatott ápolni, vizes ruhával borogatta. Az orvos minden nap adott a betegnek egy kevés pálinkát. Talán ennek is köszönhetően felgyógyult.
Az első csoportba tartozók gyakran mentek hajókirakodásra. Olyankor látták a szörnyű csaták emlékét, a tengerbe dőlt teherautókat, vagonokat. Kemény nehéz sorsuk ellenére a karácsonyokat, húsvétokat megünnepelték. Vasárnaponként is elmentek dolgozni, ezért harmonikát kaptak használatra. Az egyik karácsonyon előadták a Csárdás királynő című nagyoperettet csupa férfi szereplővel. Robotmunkájuk 1949-ig tartott. A hadifoglyokat 1947-ben hazaengedték, a padragiaknak azt mondták, hogy ők partizánok voltak, azért indulhattak később. Máramarosszigeten a magyarokat egy lágerben gyűjtötték össze, ahol a magyar államtitkár beszédet tartott nekik. Azt mondta, hálával tartoznak a nagy szovjet államnak, s aki valami rosszat mond az oroszokra, hamarosan visszakerülhet. Nem szólt senki semmit. A hazakerülteket évekig gyógyítgatták, hogy visszakapják erejüket, s a sebektől, ízületi bántalmaktól megszabaduljanak. A padragi málenki robotra elhurcolt emberek közül végül mindenki hazatért. Nagyon részletes előadást hallhattunk a településről elhurcolt életéről. Hogyan sikerült ezt az óriási ismeretanyagot beszereznie? Szerencsém volt, mert amikor gyűjteni kezdtem a 69-70-es években, akkor még élt az összes padragról elhurcolt ember, és megnyíltak és elmesélték a történetüket, hogyan vitték el őket, hogyan dolgoztak a lágerban, és hogy szabadultak. Milyen volt megélni akkor ezeket a történeteket? Milyen érzések kavarogtak önben? Nagyon, egyrészt szörnyű volt, mert ember azt a sok bántalmat, fájdalmat nehezen tudja megélni, de olyan erős az ember, hogy rengeteg mindent kibír, és kibírták az éhezést, és kibírták a véres lábbal dolgozást, és kibírták azt, hogy kiégette a hegesztő szikra a lábukat, és akkor is dolgoztak, és igyekeztek nagyon jól dolgozni, hogy tudjanak több kenyeret kapni, hogy tovább bírják, és hogy hazajussanak. Tehát az nagyon fontos volt, ez az életcél érzés, hogy őnekik haza kell menni. A sok-sok történetből melyik volt az, ami ön számára a legmeghatóbb, a legszomorúbb és a legfelkavaróbb volt? Én nekem az volt egyrészt, hogy amikor elkerültek tehát dolgoztak egyik csoport a gyárban, a másik csoport pedig dolgozott a kőbányában, és az, hogy egymásnak, tehát aki a gyárban dolgozott, ő odaadta a cipőjét annak a társának, aki a kőbányában dolgozott, és a papírtalpú cipő nagyon hamar elkopott. És az is nagyon, nekem nagyon az felemelő érzés volt, mert kérdeztem, hogy gondoltak arra, hogy a Csárdás királynőt, meg ilyen színdarabot előadjanak. És akkor mondták, hogy de kellett, hogy hazajussanak, kellett az életet erősíteni magukban, hogy szerepeljenek, hogy igenis ők haza fognak jutni, és tüneményesek voltak, mondták, hogy volt egy pedagógus közöttük, aki megírta a történetet, aztán ahogyan emlékeztek rá egyik dalra, másik dalra, és tudott valamelyik harmonikálni, és akkor harmonikával kísérték, és előadást tartottak. Szóval nagyon ennek örültem, hogy ebben a borzalomban mégis arra törekedtek, hogy életet leheljenek ezekkel az előadásokkal azokba az emberekbe, akik ott voltak a táborokban. Szabó Jenőné előadását követően emléktábla avatás következett a programban. Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a művelődési ház elé vonult résztvevőket, és felhívta a figyelmet az emlékezés fontosságára, amiben a falon felállított emléktábla nap mint nap segíteni fog. Az emlékmű leleplezésében Puskás Károly önkormányzati képviselő és Róka József, a Civil Fórum Padrakútért Egyesület elnöke segítette a megyei közgyűlés alelnökét. Az ünnepségen részt vett dr. Horváth József alpolgármester és Utasi István, a Művelődési, Oktatási és Sportbizottság elnöke is, a programot a jubilátenői kar színesítette.